Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Máté evangéliumából idézem az új szövetségi szakaszt, ezen a délelőttön, most elsőként, a 14. rész 22. versétől a 33. versig. Jézus ezután sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva, mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy, azt parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. S Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Ámen. Kedves testvérek, köszöntve mindenkit itt a templomban és a különböző eszközök előtt, ahol hallják, látják ezt a közvetítést, említem meg bevezetésképpen, hogy a földrajz és a meteorológia ismerői azt mondják, úgy tartják, hogy a galileai tengeren különösen kegyetlenek tudnak lenni a viharok. A langyos, kellemes nappalok után, ahogyan beesteledik és leszáll az éj, egyszerre csak lecsapnak a hideg szelek, és torony magasra korbácsolják a hullámokat, és ez a kellemes napközbeni időszak és időjárás átadja a helyét valami félelmetes, valami remegtető, valami kiszámíthatatlan, egyéb időnek és váratlan helyzetnek, és ez a hirtelen változás, mondják, akik ott élnek, hogy kiábrándító tud lenni. Olyan hirtelen érkezik, olyan kontrasztos, olyan váratlan, olyan más, mint a nappalok kellemessége, az éjszakai viharoknak a kellemetlensége, készületlenül éri az embert, nem tudja, hogy öltözzön, mit vegyen fel, hogyan védekezzen, egyszerre csak ott találja magát kiszolgáltatottan és egy ilyet riadt állapotban. Eszembe jutott Petőfinek a kedves verse, a Tisza, gondolom sok magyarajkú, magyarul gondolkozó ember ismeri, megtanulta már gyermekkorában, amint Petőfi szinte idilli módon írja le, hogyan hömpölyög és milyen simán és szelíden vándorol ez a nagy víztömeg, a Tisza, kiszámítható természetességgel, ahogyan maga természet is sugározza ezt az idillt, ezt a szépséget, kellemes nyári alkonyon, és azután jön egyik éjjel, amikor az ember félig alszik, már félig ébred, van ez a kellemetlen ébredés, ez a riadt állapot, amikor a Tisza zúgva, bőgve töri át a gátot, ahogyan a költő írja, s el akarja nyelni a világot, mindent maga alá temetve, hirtelen és váratlanul szinte meghazudtolva azt az idillt, azt a kellemességet, azt a kedvességet, amely jellemző volt rá addig, sőt az egész természetre. Megint csak a kiábrándító részletek, a kontraszt, az ember által tapasztalt valóságnak az ereje, a hatalma, amely a kellemes pillanatok után ijegységet és riadalmat okoz. Milyen kellemes lehetett a hangulat az 5000 ember megvendégelése után. Szinte látjuk magunk előtt a jelenetet,
Noha a tanítványok kételkedtek, kétségbe vonták azt, hogy a náluk levő két kenyér és öt hal hogy lehet elegendő ennyi éhes embernek, de azután mindenki evett és jól lakott, még maradék is jutott bőven, és egyszerre csak képzeljük csak el a jelenetet, idillévé lett az este. A férfiak búcsúzkodtak, beszélgettek, az asszonyok összecsomagoltak, a gyerekek készülődtek, játszadoztak, szaladgáltak, és bizonyára maradtak volna a derék tanítványok is ott ebben az idillivé vált kellemes körben és környezetben, és milyen kiábrándító lehetett a számukra, amikor Jézus, így olvastuk, megparancsolta nekik, kényszerítette őket, hogy hajóba szálljanak és elinduljanak a túlsó partra. Hát nem jó lett volna ott maradni, vele együtt elbúcsúzni a tömegtől, élvezni még az idillivé vált helyzetet, nem pedig búcsút inteni ideje korán mindenkinek. Induljanak át a tavon, a túlsó partra, majd ő megy utánuk. És amikor elindultak, az időjárás sem úgy viselkedett, ahogyan annak illett volna viselkednie. Eltávolodtak a parttól, hirtelen nagy szél támadt, ez a bizonyos kiszámíthatatlan, a galileai tengerre jellemző vihar, és a csónakjuk mellett hatalmasra növekedtek a hullámok, a feltámadó ellenszélben a hajó elakadt, és Jézus sehol. Valahol még ott, a másik parton, a hegyen, immár egyedül imádkozik. Hol vagy, Mester? Most, amikor olyan hirtelen kiábrándítóvá válik a helyzetünk. Az imént még kenyeret osztottunk a népnek, kételkedtünk ugyan, de aztán olyan jól esett ez a szolgálat, és egyszerre csak itt vagyunk, félelmek, és nagy ijegység közepette az imbolygó hajón, a hegymagas hullámok közepén, a tóban. A gyorsan változó tények, kedves testvérek, valóban nagyon kiábrándítóak tudnak lenni. Az imént még minden rendben volt, még ami kellemetlen volt, az is jól alakult, jól sült el, ahogy mondani szoktuk, de azután újra történik valami, ami egyszerre csak elfeledteti velünk az iménti idilli állapotot. A csodán, a csodákon nem lehet hosszan merengeni, nem lehet valahogy konzerválni azokat, besöpörni a tarisznyánkba, vagy a zsebünkben tartani őket, és őrizgetni, melengetni, hanem azonnal indulni kell tovább. A helyzettel pedig éppen, hogy csak megbarátkozik az ember a mindenkori helyzettel, a maga helyzetével, az új helyzetekkel az életében, és már is újabb kihívások várnak rá. Nincs megállás, nincs pihenés, nincs hátradőlés, a kellemest fölváltja a kellemetlen, vagy hogyha kellemetlenre valami kellemes következik, akkor egyszerre csak szembesülni kell az újabb gondokkal. Melyek voltak ott a tények a galileai tengeren azon az estén? Jézus messze, valahol a hegyen imádkozik, nem is látjuk, csak tudjuk, hogy ott van, este van, a part távol, ellenszél van, hatalmasak a hullámok. Az imént kenyeret osztó, nyilván maguk is jól lakó tanítványok egyszerre csak kiszolgáltatottá válnak, védtelenné. Nincs tovább idill, nincs tovább nyugalom, valahogy urrá kellene lenni a helyzeten, de jaj, nem sikerül nekik. Nem számolnak többé a csodával, azzal a csodával, ami egy órával azelőtt történt ott a hegyen Jézus jelenlétében, nem számolnak a csodával. A tények eluralkodnak rajtuk. Csak a tényekre tudnak immár figyelni.
elfelejtődik mindaz, ami az imént még olyan természetesnek tűnt, sőt, kellemessé tette azt az estét, oda van, és a vízen hozzájuk lépő Jézus úgy tűnik bár, hogy felismerik, valahonnan rémlik, hogy hát ez ő lehet, de amikor meg kell szólalniuk, akkor kísértetnek nézik. Talán a hitük is elillant már a tényeknek a szomorú tükrében. Tudnak Jézusról, látják Jézust, de kísértetnek látják. Hiába szól, hiába biztatja őket, hiába próbálja őket biztosítani a jelenlétéről, ugyanolyan váratlanul, ahogy a vihar le tud csapni a galileai tengeren, s fölváltja a kellemes időt, ők a tények szorításában vakok, süketek maradnak. Nem lesz Jézus jelenléte tényszerű többé a számukra, ahogyan nagyon is kézzel fogható volt az öt kenyér, a két hal, vagy fordítva, mindegy, megszaporítása során, hát ott van, jut mindenkinek bőven. Ezek voltak ott a tények, a csoda tényei, és aztán marad a kiszolgáltatottság tényszerűsége, a félelemé, és Jézus tényszerűtlen immár kísértett. A vakmerő Péter is ahelyett, hogy a valóban velük levő Jézusra figyelne, a földrajzi és a meteorológiai tényeken tájékozódik, és mi történik vele? Szinte hallom, ahogy a testvérek hangosan mondják a templompadokból, vagy az eszközök, a képernyők előtt, süllyedni kezd, bizony, süllyedni kezd. A tényeken tájékozódó, megijedő, berezelő ember, aki elfelejti az imént vele történt csodákat, egyszerre csak süllyedni kezd a tények tengerén. Még Jézust is félre ismeri, noha jól ismeri, noha az imént még kezéből fogadta el a csodát, egy pillanat alatt tud megváltozni, még a tanítványoknak az élménye, az érzése is, és ami meglepő, de valóságos és tényszerű volt a számokra, egyéb tények tapasztaltán hihetetlenné válik. Süllyedni kezd, Uram, ments meg, kiáltja, megszokásból, félelmében, maradék hitét összekaparva, összekotorva ott a galileai tengernek a felszínén, nem tudjuk. Talán mindegyik benne van ebben a kétségbeesett kiáltásban, és Jézus pedig azonnal kinyújtja a kezét, és megragadja őt, megfogja a korábbi fordítás szerint, nem engedi, hogy elsüllyedjen. Kedves testvérek, a tények nem csak makacsak, makacs dolgok, ahogyan emlegetni szoktuk azokat, sokszor egymás fejéhez vágva egy vitában a tényeknek a súlyos voltát, de a tények kiábrándítóak is sokszor. Az a rettenetes azonban, írja a nagy német költő Rainer Maria Rilke egy helyen, hogy a tények miatt sokszor mennyire nem látjuk a valóságot. Hogy az, ami korábban még akár tapasztalati valóság volt a számunkra, azt cáfolni látszó tények tükrében egyszerre csak elhomályosodik. Elfelejtődik az ember számára, és átveszi a korábbi tapasztalatunk helyét egy olyan kiszolgáltatottság, egy olyan tényszerűség, amely
az elsüllyedés rémével fenyegeti az életünket. Ilyenek vagyunk, így működünk, így tudunk figyelni, talán sokszor a hitünk is ilyen, és így viselkedik. Úgy véljük a külső, a látható tények, minden hit, minden korábbi élmény, tapasztalat ellenére a végállomást jelentik, legyőznek minket, lebirkóznak. Egy orvosi diagnózis ilyen tud lenni. Meg annyi ember tapasztalatát idézem, amikor azt mondom, hogy addig, amíg ez meg ez nem történt, hát addig hittem. Na de nem lehet az, hogy olyan legyen az Isten, hogy, és akkor jönnek a tényekre, diagnózisokra, törésekre, viharokra utaló és alapozott vélemények, amelyek egyszerre csak elfeledtetik, felülírják akár az évtizedes hiteket és élményeket is. A tények makacs dolgok, kiábrándítóak. A valóság azonban, szeretett testvéreim, az igazság túl van a tényeken. Az Isten nem ezeken, a diagnózisokon, viharokon, emberi véleményeken, emberi élményeken, gyengeségeken tájékozódik. Sötétség, távollét, vihar, hullámok, félelem, ezek a tények, a mindenkori tények, mert itt a templomban, vagy a hallgatók közül most csendben tegye föl a kezét az, akit elkerült volna ezek közül csak egy is, hogy sötétség, távollét, vihar, hullámok, félelem. Bármelyik az életében. A tények. Jézus jelenléte azonban mindezeken túl, mindezek ellenére, mindezek között, ott a hullámok taraján, onnan a távolból egyszerre csak előkerülve, ha kell a vizen odáig sétálva, valóságosan tapasztalható. Nem arról van szó, hogy ne Jézus lett volna ott a csónak mellett, mert őt a tanítványok kísértetnek nézték. Nagyon is ő volt az, csak a tanítványok optikája volt torz a félelmük miatt. Jézus ott volt. Valóságos a jelenléte. Legyőzi a tényeket. Ott van a csónak mellett, bármennyire rettegjen is az ember. Ott van a diagnózisod mellett. Ott van a betegágyad mellett. Ott van a kiszolgáltatottságodban, hajléktalanságodban, éhségedben, szomjúságodban. Ott volt az 5000 szükségében. Ott volt a tanítványok korábbi kétkedésében. Hogy lesz elég nekik ennyi? Ott volt. Ott van, amikor elküldi igen őket, hogy menjetek, én majd megyek. Föltöltődöm isteni erőkkel a továbbiakhoz. És olyan jól sikerül neki, hogy egyszerre csak ott lesz a hajó mellett, amikor éppen ezek az erők a tanítványok élménye alapján cserben hagyni látszanak őket. Jézus nem hagyja cserben a kiszolgáltatott övéit, hanem ott van annak ellenére, hogy ők kísértetnek, nézik őt. Védtelenül, mert a tények másodszor, testvéreim, kiszolgáltatottá és védtelenné teszik az embert. Nem tud hova fordulni, nem tud mihez kapni, olyan, mint a tenger közepén hánykolódó csónakban ülő, akinek a vihar kitépi a kezéből a kormánylapátot vagy az evezőt. Nincs többé lehetőség, hogy úrrá legyen a helyzeten, veszélyek között, szennyezett környezetben, leküzdhetetlen betegségekkel dacolva élünk, egy valóban bolond világban, feje tetejére álló
társadalomban, hogy kapkodjuk a fejünket, mint a tanítványok a viharban, még azt, aki szívünknek kedves, kísértetnek nézzük, az ember tehetetlenné vált önmagával, a saját technikájával szemben, elsüllyed a különböző információk, élmények, érzések kavalkádjában, hullámzó, kaotikus tengerében, a káosz magával rántja, beszippantja az egyes embert, a tömeget és a társadalmat is. Káosz lesz úrrá. Tapasztaljuk a híreket, olvasva, hallva, mennyi káosz a világban. Nem kozmikus, rendezett társadalmi és emberi viszonyok, hanem egekig csapó hullámai a káosznak, egy-egy helyen összpontosulva, mint a galileai tengeren ott és akkor. De testvérek, fogalmazzunk így, Jézus azonban fölötte jár a káosznak. Nem nyelik el a hullámok, nem is sima a víz, ahogyan megrajzoljuk, hogy kényelmesen lépked a tengeren, és jönnek a cinikus ábrázolások, hogy cölöpök voltak ott, kikötői cölöpök, és azokon lépkedett, átverve tanítványait és a világot, mert nem is a vizen járt, csak trükkörről olvasunk az evangéliumban. Hát ha vihar van, és a hullámok csapkodnak az égig, akkor hogy lehetne cölöpökön járni? Hogy lehetne átverni bárkit egy olyan kiszolgáltatottságban, amikor az életéért küzdött mindenki? Nem. A jelképes üzenet az, hogy a káoszon lépked ez a Jézus. A vihar, a hullám, az emberi kiszolgáltatottság őt nem tudja legyőzni, hanem urrá lesz a káoszon. Számára nincs káosz, csak kozmosz létezik, az Isten rendje, ereje, világa, amely erősebb minden földi viharnál, riadalomnál, kiszolgáltatottságnál, őt kísértetnek látó és minősítő teológiánál vagy ateizmusnál. Jézus felette jár a káosznak, kinyújtja a kezét, megfogja az embert, és azt kérdezi tőlem, tőled, tőletek, kicsinyhitű, kishitű, miért kételkedtél? Miért? Mert vihar van? Mert káosz van? Mert halálfélelem szorongatja jeges markával a szívedet? Ne félj, csak higgy. Ne kételkedj. Én itt vagyok. Minden kiszolgáltatottságod ellenére. És tény az is harmadszor, drága testvéreim, hogy Péter nem csak most, de később is süllyedt. Itt is, de később is. Nem a tengerbe, hanem tulajdon esendőségébe. Ezen a helyen most, hogy mondjam így, lakonikus tömörséggel, hogy a bűnébe. Abba süllyedt, bele nyakig. Nagy hangon fogadkozott majd Jézus utolsó éjszakáján, esküdözve és átkozódva tagadta, hogy ismerte őt. Tagadta, hogy ismerte őt. Ide vezetnek a tények. A nagy hitvallások után a tények. Hogy egyszerre csak fogadkozol és átkozódsz. Szinte egyik pillanatról a másikra. Elkap. Ez az indulat, amely képes egy pillanat alatt elsüllyeszteni.
Jézus azonban akkor sem hagyta, hogy végképp elmerüljön. Nem hagyta, hogy végképp elmerüljön. Kinyújtotta a kezét újra, fölemelte Pétert, és áldott legyen Jézus azért, hogy minket is kiemel. A kiábrándító védtelenséget jelentő tények, tulajdon önmagunk, indulataink, és a kis hitűség tengeréből, hogy ki tudjuk mondani, talán éppen most, egy sóhajtással, érezve az ő fölemelő erejét, minden történés és erőtlenségünk ellenére, hogy bizony ő valóban Isten fia. Bizony ő valóban úr a káoszon, bizony ő valóban nem engedi, hogy elmerüljünk, hanem magához emel minket, s íme a tenger lecsendesedik, az arcok és az öklök kisimulnak, és újra boldog hajózás vár a tanítványokra, reánk is, míg el nem érjük a túlsó partot. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.